Lapszemlével legközelebb holnap jelentkezünk. A Híradó mai zárókiadását pedig 12:55 láthatják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedves nézőink, a Kék Percek mai adása szokatlan időben látható, most kezdődik. Jó estét kívánok! Súlyos baleset történt a Budaörsi úton a késő esti órákban. Két idős 90 év körüli hölgy ment át a gyalogátkelő helyen, amikor eddig tisztázatlan körülmények között egy barkasz kis terautó elgázolta őket. Az idősebbik hölgy a helyszínen az életét vesztette, még a fiatalabb a mentőautóban halt meg. A rendőrség a baleset körülményeinek vizsgálatát szakértők bevonásával megkezdte. A most látható ékszereket ismeretlen betörő vitte magával, aki augusztus elejétől Újpalota és Pestújhely területén fejtette ki nem éppen áldásos tevékenységét. A lakásokba hengerzártöréssel jutott be, ahonnan az ékszereken kívül műszaki cikkeket és készpénzt vitt magával. Az általa okozott kár meghaladja a 2 millió forintot. Feltételezhető, hogy a képen látható férfi 20 év körüli, szőkésbarna hajú, 175 cm magas, jó megjelenésű. Kérjük mindazok jelentkezését, akik felismerik a bemutatott személyt, és tudnak tartózkodási helyéről, illetve az ékszereket megvételre felajánlották, hívják a képernyőn látható telefonszámot. A BRFK gazdaságvédelmi osztálya csalás miatt folytat nyomozást a képernyőn látható Konkoly Sándor és Kútvölgyi János ellen, akik a Mitsubishi FD30-as targoncákat béreltek egy KFT-től. Az argoncák közül 2 eltűnt, melynek számai EF14, C4812 és EF14C4828. A gépek bérlését a Tigra Kft. Képviseletében Konkoly Sándor intézte, még a Power Kft. Nevében Kútvölgyi János járt el, aki 185 cm magas, erős testalkatú, pocakos, körülbelül 125 kg súlyú, arca elhízott 30 év körüli személy. Kérjük mindazok jelentkezését, akik a hiányzó gépekről, azok feltalálási helyéről, illetve a képeken látott személyekkel kapcsolatban információval rendelkeznek, hívják a most látható számot. Lopás miatt keresik a képen látható ismeretlen férfit, aki a 14. kerület Szatmár utca egyik házának lakásába magát köszörűsnek kiadva jutott be, és onnan ékszereket, műszaki tárgyakat lopott el, a lakástulajdonos figyelmetlenségét kihasználva. Feltételezhető, hogy a bemutatott személy hasonló trükkel Budapesten több bűncselekményt követett el. A férfi 30 év körüli, 175-180 cm magas, rövid, világos barna hajú, erős testalkatú, fehérbőrű, ápolt külsejű, megnyerő modorú férfi. A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, elismerik a férfit, illetve hasonló módon megkárosították, hívják a képernyőn látható telefonszámot. Most pedig ismét figyelmükbe ajánlom a Zsaru magazint. Mi továbbra is szolgálunk és védünk, a viszontlátásra! Jean Friedman filmjének utolsó, negyedik részét vetítjük ma le, amelynek címe a Vereség és az ítélet. Tartsanak ebben a késői órákban is velünk. Nürnbergtől Nürnbergig.